Rekontra. Elcsei Katalin, az LMP országgyűlési képviselője, a Rekontra vendége. Kezdjét sokkolom, képviselő asszony, jó reggelt kívánok. Kérdező társaim Kósa András, a hvg.hu rovatvezetője, és Szirmai Dávid, a Bors szerkesztője, jó reggelt kívánok. Képviselő asszony, régen járt nálunk, szeretettel látjuk, azt mondja az LMP, hogy 400 ezer új munkahelyet teremtenének, ha kormányra kerülnek, és mindjárt itt van a Költségvetési Felelősségi Intézet és a Transparency International jelentés, hogy ezzel, az összprogrammal, nem csak ezzel, 7,6%-kal milyen meg is dobnák a deficitet. Tehát azt mondják, hogy ígérnek sokat, de a bevételi forrás fedezet nincs meg. Ez nem teljesen így van. Amikor ez a cikk megjelent, utána a gazdasági szakértőnk elküldte ezt a táblázatot, ami a valós számokat tartalmaz, ezt már valamiért nem vették figyelme. Az alternatív költségvetés, amit minden évben benyújtottunk a parlamentnek, és amit most is az ország elé tárunk, mindig gondosan vigyáz arra, hogy deficit számok stimmeljenek, tehát nincs túlköltekezés. Majd gondolom lesz egy helyreigazítás ezügyben. A 400 ezer munkahely ugye nagyon könnyen kijön, már a Fidesznek is kijött volna, hogyha megcsinálta volna, amit ígért, ugyanis a zöld munkahelyekből, abból a bizonyos határon emlékeznek, 2010-ben volt egy ilyen ígéret, hogy 500 ezer munkahely teremthető olyan fajta beruházásokból, mint energiahatékonysági, tehát ugye ablakszigetelés, házaknak az energiahatékonyás spórolósabbá tétele. Ezekből és a helyi gazdaság megmozgatásából, hogy ne bérmunkába azonak emberek ébérél, hanem a helyi gazdaságot erősítsék, például a nők bevonásával meg lehet tenni ezt a 400 ezer körüli munkahelyet, és nem közmunkából. Ugyanis a lényeg az, hogy nem az államnak különböző zsebeiből kellene egymás zsebébe, különböző forrásokat kéne a másik zsebbe rakni, hanem a helyi gazdaságot kéne úgy képíteni, hogy mindenkit, aki akkor is tud dolgozni, valós munkahelyre tudjunk bejuttatni. Említette az imént a nőket, ön élharcosa annak, hogy az élet minden területén, munkában női egyenjogúság, illetve a politikában a nők aránya növekedjen. Volt már arra példa, vagy találkozott olyannal, hogy egy nőt, aki a politika vidékén kopogtatott és szeretett volna előre jutni, azért nem tudott érvényesülni, mert nő? Természetesen, tehát férfi kvóta van, ezt azért látjuk, hogyha egy társadalomban, ha körülnézünk itt az utcán, stúdióban, mindenhol 50-50% körüli, egyébként 52 a nők aránya a társadalomban, hogyha azt tudatosan, most szándékosan... Most a stúdióban egy picit, hogy itt van. Igen, hát ez néha előfordul. De hogyha... is három férfi áll mondjuk. Igen, ezt én nem akartam megjegyezni. Tehát, hogy ha ránéz a magyar parlament összetételére, akkor ön is érzi, hogy valami nem stimmel. Hát itt valakinek kvótája van, nagyon úgy tűnik, hogy nem a nőknek. Igen, kvóta, ugyanis a Fidesz nemrég tudatosan is jelezte a magyar társadalomnak, hogy ők úgy döntöttek, hogy 10% alatt tartják a nők arányát, méghozzá egy úgynevezett belső felmérésre hivatkoztak, miszerint nem szavaznának nőkre. Na most ezt, akkor lehet szavazni, hogyha rajta van a szavazók. Ezt még Elérikó megmondta nyíltan, hogy igen, tehát hogy ők meg felmérték, hogy az ő szavazóik pillanatnyilag nem preferálnának több nőt. A Fidesz erre azt mondja, hogy majd persze ők is szeretnék, hogy több nő legyen a listájukon, az egyéni képviselőjelöltek között, de hogy most ez a helyzet, nekik végül is, mint egy politikai párt, amelyik választást akar nyerni, a magyar társadalmi valósághoz kell igazodnia, majd később, előbb-utóbb a magyar társadalom úgymond megérik arra, hogy több női képviselő is legyen. Hát sőt, azt is mondta, hogy az ő életében ez már nem történik meg, ezért kihívtam egy vitára Perszné Gál Ildikót, és ezt szeretném még egyszer megismételni utoljára, hogy álljon ki, és védje meg azt az álláspontját, hogy azt mondta, hogy nem szabad türelmetlen lenni, az ő életében már ez nem fog, sőt, úgy fogalmazott a mi életünkben. Hát én 48 vagyok, ő 51 éves, én nagyon nem szeretném, hogy még 30-40 évig ezt a fajta tudatos visszaszorítást és férfi kvótát alkalmazzák, ugyanis visszatérve a kérdésére, csak arra a nőre lehet szavazni, aki a szavazóval lapon van, ugye? Tehát, hogyha Fidesz vagy bármelyik párt úgy dönt, mint egyébként az összefogás kormányváltás, most éppen nem tudom milyen néven futó baloldali, úgymond baloldali koalíció, ha azt mondja, hogy nem szavaznak a nőkre, akkor nem teszi a szavazólapra őket, akkor visszaigazolva látja
ezt tudományos kutatások pont az ellenkezőjét mutatják, sőt, a választások eredménye is azt mutatja, hogy 2010-ben ugye úgy szokták mondani, hogy hintalovat is megválasztottak volna fideszes színben, tehát a választók pontosan nem nő és férfi. Hát az önök listájára 30% nő pedig, hát a gondolom a tagság aránya 50-50 lehet, nem? Nem, nem, nincs 50-50, hiszen a politikai szerepvállás Magyarországon irtózatosan kemény dolog egy nőnek, és amíg ugye ez a bizonyos családbarát parlament javaslatunk, tehát az a fajta nyitás a politikai szereplők részéről, hogy nem éjszakára és nem iskolai szünet idejére teszik a legkeményebb vitákat. Ugye emlékeznek önök is a családon belüli erőszak kérdését, a parlament este 10-re tűzte ki, aztán még tovább is csúszott, külön a házbizottságban is szóvá tettük, utána külön szavazást kértünk arról, hogy egy ilyen ügyet, amiért 100 000 ember írt alá Magyarországon, és ami mindenkinek a családjában ott van, ne, bocsánat, de ez nem azért van, csak ugye kérdésemet. Azt nem éjszakára kéne tenni, és nem Varga Istvánokat kellene nem oda küldeni, hanem éjszakára. Nyilván azt mondta Tővér László, szó szerint idézem, ez nem egy olyan kérdés, ami ennél jelentősebb, fontosabb ez, időpontot érdemel, például a tévé közvetítés. Önök szerint ez rendben van? Tehát ez a nők számára egy vonzó pálya? Nem hiszem, hogy egyébként itt arról lenne szó, hogy női vagy férfi szemmel nézte volna Kövér László ezt az indokot. Én azt hiszem, hogy inkább mondjuk a nyilvánosságnak a hogy mondjam, elkerülése az inkább szerepet játszhatott, de visszakanyarodva ehhez a női-férfi kvótához a politikában, mert ugye az élet más területein, a munkaerőpiacon ebben vannak valóban nagyon valós és mondjuk például a bérfeszültség kérdésében jogos megoldandó problémák, amiket ön felvet, de még mindig nem értem. Van olyan politikus nő, akit azért nem engedtek a politika közelében, azt mondták, hogy te bármilyen jó is vagy, nő vagy, ezért menjél hátrébb. Meg lehet nézni, hogy a Fidesz kit tart meg a kisebb parlamentben. Ugye a mennyiség, nem minőség összefüggésé... Ki az, akit visszautaztak? Én nem fogom azt mondani, hogy XY azért került ki. Az látszik, hogy a mennyiség csökkenésével, ugye ahol lehetőség van a minőség növelésére, pont az ellenkezője történik. Csak példákat mondok önnek. Tasó László maradt benne a parlamentben, és mondjuk akár Kósa Lajos ugye nem lesz polgármester, hanem bennmarad a parlamentben. Azok a figurák maradnak benne a parlamentben, akik mondjuk különösebben nem értenek sok mindenhez, de úgy oda tudnak mondogatni. De ha nőket nézünk, Mencer Erzsébet marad a parlamentben, és Talabér Márta megy. És én nem akarok senkit semmivel. Bocsánat, ez a ír, amit ön mond, azért a társadalom nagy részére mondjuk annyira nem, hogy mondjam, melbevágó, hogy Mencer Erzsébet maradt Talabér, hát megy. Melbevágó vagy arcbevágó, én azt gondolom, hogy az a fajta minőségi romlás, ami most be fog következni, az azzal is járt, hogy például a normálisabb, értelmesebb, kompromisszumkészebb, nyitottabb, intelligensebb nőket simán haza küldik polgármesternek. Így meg lehet határozni, hogy normálisabb, kevésbé értelmesebb, vagy így meg? Én azt gondolom, hogy igen. Mert azt szokták mondani, hogy az éjszakon a legigazságosabban elosztam, mert senki nem reklamált, hogy neki kevesebb jutott volna. Tehát ezt most nem tudom, mire alapul. Igen, tehát általában ugye a magyar parlament egy erős kontraszelekcióval dolgozik, de ez természetesen nem az emberek reklamálnak, hogy én nem szeretnék képviselni, én nem vagyok elég okos, hanem a vezető teszi oda. Ugye azt tudjuk, hogy Orbán Viktornak nem olyanokra van szüksége, akiknek önálló gondolata van. A kormány által küldési pletykák is azt mutatják, hogy kifejezetten azokra megy, akik az ő céljait szolgálják, és nem túl autonóm gondolkodásra. Láthatunk témát, ha megengedik képviselőasszony és a kollégák, hogy azt is mondják önök, hogy a helyi gazdaságok létrehozását is tervezik, de hát ahova a tőke, a vállalkozó nem megy oda, nem lehet oda tolni talicskán, hogy te most itt nem vállalkozzál. Pontosan ezért kell a helyi erőforrásokat mozgósítani. De és hogy? Ugye visszatérve a nők ügyére, hát kanyarodjon vissza. A GDP egyes számítások szerint 14%-a nőne, ha minden nő tudna dolgozni Magyarországon, aki akar dolgozni, és akinek lehetőséget teremtünk. Önmagában a helyi gazdaságban a nőknek az egymásnak nyújtott szolgáltatásaival. Mondjuk a kormány nem nyírta volna ki a családi napköziket. Ugye a családi napköz egy gyönyörű példa arra, hogy a nőket hogyan lehet bevonni, adófizetővé tenni, és másik 5 nőt is munkahelyhez. De most is van családi napközi.
Van családnak közé, de ha nem tudná, a kormány elvonta azt az állami támogatást, amit hogyha egy önerőből, ilyen módon ugye munkahelyet teremtő nő fogja a családi házát, átalakítja, és felvesz 2-3 nőt gondozónak, és további 5-7 nőnek ugye a gyerekét elhelyezi, és ezzel lehetőséget ad munkába állásra, ettől elveszik az állami támogatást. Ezt ugye nem gondolja, hogy ez valami szép gesztus. Kizárólag akkor kaphat állami támogatást, hogyha EU forrásból pályázott, tehát magyarul bünteti az önerőből a helyi gazdaságban nőket segítő szolgáltatásokat nyújtott családi napköziket a kormány. Egy utolsó más jellegű kérdés. Tegnap jött ki egy felmérés, ami azt mutatja, hogy az LMP-nek 100 000-es nagyságrendben lehetnek tartalékai a pártot még nem választott szavazók között. Viszont ez mutatta meg azt is, hogy az LMP szavazói akarnak a legkevésbé, vagy a legkevésbé elkötelezettebbek. A LMP szimpatizásoknak csak 49%-a mondta azt, hogy biztosan el fog menni szavazni, szemben mondjuk a Fidesz 69%-ával. Akkor ők valamit nem csinálnak jól a kampányba, hogyha még a saját szimpatizásaik fele sem tudja biztosan, hogy el fog menni. Hát ugye egy lefutott választásnál általában ez a helyzet. Az emberek nem akarnak elmenni, mert nagyon rosszul éreznék magukat, hogyha olyanra szavaznák, ami az elmúlt 4 évben ugye kormányzott választott. Az összefogásra nem tudnak. Hát, megmondom őszintén, aki még ezt mondja, az öncsalás bűnébe esik. Én azt gondolom, hogy ez egy igazi lelkismereti szavazás lesz, és azért visszük el az LMP szimpatizánsait, mert most már világossá vált, hogy leváltani ezt a kormány nem lehet. Ezek után azt hiszem az embernek az maradt, hogy legalább azt érezze, hogy egy olyan erőre szavazott, amivel saját lelkismeretével el tud számolni. Tehát én azt gondolom, hogy idefele jövet látom, hogy mindig összefogás van a plakátokon, közben kormány váltóknak kéne őket hívni. Egy olyan, lehet Kossuth Lajos ugye elmondta, hogy mi áll szembe a Fidesszel. Én azt gondolom, hogy nagyon jó lelkismerettel lehet az LMP-re szavazni. Ercsei Katalina, LMP országgyűlési képviselője. Köszönöm, hogy itt volt. Jöjjön máskor is. Köszönöm. Kollégáknak a kérdéseket köszönöm.